Mert az a helyzet, hogyha itt magunkban volnánk meg, akkor semmi gondunk nem volna, csak az helyzet, hogy nem magunkban vagyunk. És látjuk a tegnapi események kapcsán is, hogy még mindig évtizedekre visszamenőleg és évtizedek előre menőleg kell egy harcot folytatni ahhoz, hogy bizonyos jogokat az ember elérje. Azt vettük észre, hogy egyre kevesebben tudnak róla, hogy ki is volt ott a Sándori Cékrőgar helyen, és azért nagyon fontos, hogy egy intézmény nevéhez köthető emberről azért tudjanak a főleg az itt élő polgárok. Akkor nagyon sokan azt mondták, hogy Orbán Balázsra kell elnevezni a múzeumot. Na most az akkori múzeumvezető elődöm találóan tette fel a kérdést, hogy jó, de van-e Orbán Balázsból tárgyunk, milyen szempontból befolyásolta a múzeumnak a kialakulását, az épülését, a gyűjteménynek a gyarapodását. Most ezek voltak azok az érvek, amelyek ugye, hát kevesebbet nyomtak alapban, mintha azt mondtuk volna, hogy házreső. Amikor felmerült az udvarrendi táncműhely elnevezése, akkor Kacsó Andrásról volt szó, akinek azóta emléket állítottunk, a művelődési ház falán, a próbatermünk bejáratánál van az emléktábla. Mi szerveztük meg az emlék ünnepségnek a színpadi részét, tehát ott tényleg néptánc volt. Most Orbán Balázs neve köztudatban, és házrezső neve a köztudatban, valójában a kettő szinte nem összehasonlítható, viszont a gyűjtemény szempontjából, a múzeum szempontjából a második a lényeges. Persze jöhetne jogos kérdés, hogy én miért nem támogattam a néptáncműhely Kacsó Andrásról való elnevezését. Na hát itt jön be az, amit néhány szakmabeli, akik a táncnak, néptáncnak, mozgalomnak esetleg nem csak művelői vagy szervezői, mint én vagyok, hanem akár már tudósai vagy kutatói, hogy Kacsó András munkássága azért eltért jelentősen attól, amit ma a néptáncműhely képvisel. Mi minden családban a gyermeket el kell nevezni, meg kell nevezni. Kulturális intézményekről azt kell tudni, hogy egyrészt ha létrehozták már, és egy néven befutott, az jó, hogyha tartja a nevét, főleg ha félbe vannak különféle pályázatai, ilyen szempontból jó tudni ezt is. Viszont ha van egy olyan név, ami az ő értékeit képviseli, ha szimbolizálja az ott folyó tevékenységet, értékeket képvisel, akkor nyilván szóba jön, és akkor ezt végig kell úgy vinni a névadást, hogy az konzultálni, engedélyeztetni, tehát a különféle lépéseket betartva megtartani, hogy ne legyen utólagos támadás. Egyszer kell rá igény legyen, hogy el akarjuk nevezni, meg kell nevezni a miértet, hogy miért akarjuk elnevezni, meg kell határozni, hogy kiről akarjuk elnevezni, melyek azok a jogi, morális, akár filozófiai normák, amelynek alapján érdemes, illik, vagy éppenséggel visszautasítható egy intézménynek a megnevezése. Igen, általában egy intézmény névadás, akkor az adott közösség igyekszik mindig a legnagyobb, a szakmában a legnagyobb, leghíresebb nevet találni kötődésként. Tehát egyértelműen egy intézménynek a neve az alapvetően a tevékenységgel, illetve a jövőképével is összefüggésben van. Én úgy gondolom, hogy elsősorban a szakmaiság kellene a döntőre. Az, hogy a magánélet, ugyanúgy, hogy én sem nyilatkozok soha semmit a magánéletemről, az az én dolgom. Ilyenkor azért nem árt megnézni, hogy hát ha már van 50 Petőfi Sándor könyvtár, vagy 10 Katona József színház, vagy 50 Kossuth iskola, akkor ne ugyanazt adjuk, hanem muszáj. Mivel viszi előre az intézményt az a név, amellyel felruházzuk? Mert hogy valójában ez egy gesztus, tisztelet a múltban élt nagy személyiség irány, viszont a jövőbe tekintő kell legyen ez a név, mert hogy valójában a szakmai tevékenységnek egyfajta fokmérője, mércéje is kell legyen. Valóban nem a mának adjuk a nevet,
Tehát egy olyan nevet kell választani, amely kibírja az időknek a viharát. Jöjjön bármilyen idő, hogyha az egy olyan ember, hogy jogi szempontból, erkölcsi szempontból fedhetetlen, akkor bármilyen kormányzat, bármilyen politikum felvállalhatja és fel tudja vállalni a nevet. A mi nevelő tevékenységünknek egy, szerintem mondhatni egy irányultsága, hogy igenis a jó példát, vagy hogy a világban való kitekintést. És ez a névadásokban is ugyanezt tettem életem, hogy a jó példát gyakorlatilag akár az intézmény névadásával is meg lehet mutatni. Én úgy látom, hogy konzultálni kell, illetve megnézni, ha bárkinek a nevét választják, megnézni, hogy értéket képviseljen, és azt az értéket bárki, aki a könyvtárban az felvállalja. Tehát szívesen járjon oda, mert ez a könyvtár ilyen és ilyen értékeket képvisel. Tehát időben változhatnak ezek a nevek. Elkezdve Baróti Szabó Dávidtól, Petrük Rózán keresztül, Tamás Járonig. Tehát ezek így hullámoznak, mindig megfelel, amit mondtam az elején, bizonyos elvárásoknak, bizonyos igényeknek, bizonyos akár politikai fuvallatoknak. Egy elég hülye világot élünk, tehát mindenkit kritizál. Nem tudom, hogy kell erőtetni ezt a nevet. És ha megkérdeznénk például Vas Albertet, vagy Nyírőt, Ócsárolják, hogy olvastál-e Nyírőt, vagy Vas Albertet, akkor 90%-ban azt mondják, hogy nem. Mert például az, hogy a városi könyvtárt elnevezik egyébként a mi számunkra egy jelentős íróról, a székesség lelkivilágát legmagasabb szinten érző egy íróról, az egy dolog. De a másik dolog az, hogy ez az ember nem 100%-osan tiszta. Így könnyű, mint most 100 évre visszamenően, vagy 200 évre gyorsan elítélhetjük, hogy miért így döntöttek, és miért tették le a fegyvert 49-ben. Nem tudjuk, abban a helyzetben nem éltünk, sok mindent nem tudunk, és itt most könnyen eldöntjük, hogy az gyávák voltak, az gazember volt, az pedig náci volt, a harmadik, mit tudom én. Tehát nem, én azt hiszem, nem ilyen egyértelműen fekete-fehér a dolog. Egy bizonyos szinten az emberi tevékenység az elválaszthatatlan a személyes, pur emberi gesztusok, a szakmai, illetve a történelemben maga után hagyott nyomoktól. Tehát ez a hármasság, ez gyakorlatilag ez egy értelmezési folyamat. Tehát, ha a történelem során bármilyen név valakihez fűződik, azt már nem lehet utólag leválasztani róla. Tehát az van, azt ő tovább viszi. Mindenkinek a múltja az, hogy kötődik hozzá, tehát azt nem lehet letagadni. Ez van. Mert hogy lehet valakinek olyan magánügye, ami esetleg már most akár konkrétan egy elítélésről gondolok, akár egy, és nem csak negatív, mert lehet pozitív olyan kitüntetés, valami olyan tettét, ami indokoltá tenni netán egy elnevezést, vagy épp az, hogy nem teszi indokoltá. Na most abban a pillanatban, amikor elég érdekesek vagy izgalmasak tudunk olyan tekintetben lenni, hogy esetleg emlékezzenek ránk, alkottunk, azért beszélünk a többes számban, mert ugye még lehetőségünk van arra, hogy ránk is emlékezzenek, alkottunk valamit, ez legyen egy műszaki területen, filológiai területen, vagy akár társadalmi területen. Egy olyan általános megítélésbe, ami kulturális vonatkozásban esetleg érdemes emlékezetbe tartani, ilyen tekintetben én azt tudom mondani, hogy nem lehet úgy viselkedni magánemberként, hogy az egyik ne folyásolja be a másik. Vannak olyan az általános emberi értékrendtől eltérő viselkedésnormák, amit nem lehet már megbocsátani, akkor sem, hogyha ez később derül ki, akkor valahol ezt vissza kell fejteni a szállat. Ha egy intézmény valakit felvállal, őt felvállalja, azzal, amilyen volt. Tehát, mert utólag úgyis kiderül, hogy ez van, vagy az van. Kár Nyírőért is. Tehát, hogy ezt a hercehurcát akárcsak a temetésesen lejátszani egy ilyen névadás kapcsán is, szerintem nem érdemli meg.